Kengyelen 2,5 éve megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület. A lelkes csapatnak 14 tangja van, de felszereléssel eddig nem rendelkeztek. Segítséget kértek Markóth Imre polgármestertől, hogy bocsássa rendelkezésükre a Törökszent Miklósi tűzoltóság tulajdonában lévő, de használaton kívüli Renault tűzoltóautót. Polgármester úr az önkormányzat elé terjesztette a kérést, és a november 26-ai ülésen a képviselőtestület jóváhagyta az átadást. December 1-én Nagy Szilárd polgármesterrel aláírták az üzemeltetési szerződést, az ünnepélyes átadásra pedig december 22-én került sor. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük. Polgármester úr, sok sikert kívánunk. Köszönjük. Jó gazdái leszünk. Minél kevesebb használható, minél kevesebb társadalmat kívánunk. Ezen alkalommal kilátogatott Törökszent Miklósra Dékány László tűzoltóalezredes, a szolnoki tűzoltóparancsnokság parancsnoka. Továbbá jelen volt dr. Pataki Csaba, a városi tűzoltóparancsnokság elnöke, és Kovács Sándor tűzoltóparancsnok, valamint Bach Richard Zsolt, a Kengyeli Önkéntes Egyesület elnöke. A kengyeliek köszönetüket fejezték ki, hiszen óriási segítséget jelenthet ez a gépkocsi a településnek. Az önkéntesekre vonatkozó jogszabályi előírások kevésbé szigorúak, így számukra engedik ezen tűzoltóautó használatát. Ígérték, hogy gondoskodnak a gépkocsi karbantartásáról, felújításáról, jó üzemben tartói lesznek, és ha az anyagi forrásaik lehetővé teszik, akkor jelentkeznek a vételi szándékkal is. Ezt a gépjárművet még 2008-2009 tájékán kapta a Törökszent Miklós város önkormányzata a franciaországi testvér településétől, Berszürmertől. Törökszent Miklóson rövid ideig volt használatban. Igazából, ahogy most az átadó ünnepségen is polgármester úr elmondta, hogy Kengyelen miként alakult ki az önkéntes, vagy miként alakult meg az önkéntes tűzoltó egyesület, Törökszent Miklóson is hasonló cipőkben jártunk 2005 tájékán, amikor önkéntes tűzoltó egyesületként kezdte a mai önkormányzati tűzoltóság. És tulajdonképpen egy folyamaton végighaladva jutottunk el a mai állapotunkhoz. Akkor, mint önkéntes tűzoltóság, ez a gépjármű teljes mértékben megfelelt azoknak a feltételeknek, amiket az akkori jogszabályok támasztottak egy egyesülettel szemben. De gyakorlatilag időközben, ahogy az önkéntes tűzoltóságból hivatásos tűzoltóság vált, teljesen másfajta gépjárművekkel kell, hogy rendelkezzen a Törökszent Miklósi tűzoltóság, így idővel kiszorult a használatból. Kengyel település azzal a kérésre fordult Törökszent Miklóshoz, hogy tűzoltási célra szeretné használni, így én magam részéről úgy gondoltam, hogy a kérést azt előterjesztem képviselőtestületi döntésre. Igazából a képviselőtestületi ülésen azt mondom, hogy majdnem egyhangú döntés született arról, hogy átadjuk a gépjárművet. Ha jól emlékszem, akkor talán egy tartózkodás volt a szavazás során. Én úgy gondolom, hogy nem túl sok önkéntes csapat alakul ma már Magyarországon. Milyen érzés volt, amikor a kengyeliek közölték Nagy Szilárd polgármester úrral, hogy szeretnének egy ilyen önkéntes tűzoltó egyesületet megalkotni? Ez egy mérföldkő a településünk életében mindenképp. A Törökszent Miklósi tűzoltóságon dolgozik a mi parancsnokunk, Bach Richard Zsolt, és az ő kezdeményezésére indítottuk el ezt a kis, hát először baráti közösségként, majd amikor egyre komolyodott a dolog, akkor csatlakoztak hozzánk olyan civilek, helyiek, akik szeretnének részt venni ebben. És hát a sors fintora, hogy több mint 2 éve húzódik a cégbíróságon ennek az egyesületnek a bejegyzése, és pont tegnap érkezett a hír, hogy bejegyezték. Vince Gyula ügyvéd úr átküldte, és valóban most már papíron is olvasható, hogy a cégbíróság is elismeri ennek az egyesületnek a létjogosultságát. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönje a polgármester úrnak, hogy mellé állt a kezdeményezésünknek. Valóban nem alakul sok egyesület ma Magyarországon, viszont azt gondolom, hogy az ilyen lelkesedést azt mindenképpen ki kell használni, és hogyha ilyen formában tudjuk önteni, akár még segítségére is lehetünk, bár nem kívánom, hogy így legyen, akár Törökszent Miklósnak, akár bármely környező településnek. Hál' Istennek egyébként a statisztikák azt mutatják, hogy nincs sok tűzeset a környezetünkben, de hát tudjuk, hogy ha a segítség helyben van, akkor az az egy probléma, ami adódhat, az is nagyon sok, de ha helyben tudjuk akut problémaként kezelni, akkor talán hamarabb túl leszünk rajta, és
könnyebben megoldódik a probléma. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük Törökszent Miklósnak, egy nagyon nemes gesztusnak tartjuk, és igyekszünk mi hamarabb honorálni. Polgármester úr, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyébként ez az első gépjármű ezek szerint, ami az Egyesület birtokában van, vagy milyen egyéb tárgyi eszközökkel kell rendelkezni egy ilyen egyesületnek? Hogyan fogják tudni beszerezni mindezt? Ez az első. Most megmondom őszintén, hogy én is tagja vagyok az Egyesületnek, bár még a 40 órás kötelező tanfolyamot nem végeztem el, úgyhogy nem tudok erről beszámolni pontosan, de természetesen azzal, hogy ma már legálisan működik egy egyesület, kinyíl előtte az út, vagy kinyílnak előtte különböző lehetőségek, hogy pályázhasson, hogy felderíthesse forrásait, hogy támogatásokat fogadjon, tehát igazából az érdemi munka az most kezdődik, úgyhogy köszönjük a Jézuskának, és még egyszer köszönjük Törökszent Miklósnak.